Hát az ünnepek előtt volt egy nagyobb kiállításom a Vármegye galériának, a Folkmiksa utcai galériában, Erdély Művészetért Alapítvány működteti ezt a helyet, és ott volt egy olyan kiállításom, ahol meg tudtam mutatni nagyobb munkáimat is, és volt egy pár olyan koncert, ami egy kicsit eltért a szokásostól. A Dél-Koreában is voltunk egy fesztiválra. Muzsikás volt meghívva erre a fesztiválra, és vagy azt hiszem több fesztiválra is. Nagyon szép helyeken voltunk, és aztán az egész év záródott ezzel a kiállításommal. Most Pamázon van ez az anyag, Pamázon a művelődési házba. És énekesnőnek vagy iparművésznek tartom magam, vagy mindkettőnek? Én Petrás Máriának tartom magamat. Édesapám és édesanyám lányának. Egy kicsit kerámiába szorultam, hogy mondjam így, mert más anyagokkal nem nagyon van lehetőségem dolgozni, de én nagyon sok anyag, mind, több anyagba gondolkozom, többféle anyagba gondolkozom, az üveggel is próbálkoztam, és még akarok kísérletezni az üveggel is. És még azon is gondolkodom, hogy hogy lehetne azt a varrást, amit gyermekkoromban tanultam, hogy nagyon egyszerű elemekből rengeteg variációt lehet kipróbálni. Én ezekre is gondolkodom, hogy lehetne a szövést, a fonást, a varrást valahogy összekombinálni. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent nagyon nehezen tudunk elmondani, mert az ének az egyszerű, jobban el tudja mondani azt, amit akar. Viszont az anyagba egy gondolatot át akarunk vinni az anyagba, az nem egy olyan egyszerű dolog. Az annyi sok mindent szenved, meddig, mert hát nagy az út, én azt gondolom, hogy nagyon nagy az út a gondolattól, vagy a képzelettől az anyagig, és akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy az alkalmasabb lesz, hogy én összekombinálok több műfajt, megpróbálom majd. Most egyelőre csak gondolkodom rajta, hogy mit lehetne, vagy mennyivel lehetne többet üzenni. Szinte kötelességem, egy ilyen természetes kötelességem, hogy nem eszedjek el tőle, vagy bármit kezdek, vagy onnan induljak ki, vagy benne legyen az, amit én úgy érzek, hogy a csángósághoz tartozik, vagy tovább lehet vinni a csángó kultúrából valamit. Én azt semmiképpen nem akarom elhagyni, hanem vagy beépítem a munkámba, vagy megpróbálom tovább vinni. Az életben maradás az fontosabb. Az fontosabb, hogy valami életben, ha át is alakul egy kicsit, de a lényege maradjon meg, és életben maradjon. Éljen az a valami, az érték, az éljen. Én azt gondolom, hogy a hite és a ragaszkodása a felsőbbrendű dolgokhoz. Én azt gondolom, hogy ez a lényege a csángó kultúrának. Mindenképpen akarok azonosulni azzal a gondolkodással, azzal a világgal, amelyiket én szinte tökéletesnek tartok a mai napig. Ők egybe láttak mindent, az egész univerzumot, a múltat, a jövőt, a jelent, minden egybe volt. Még azt is tudták, hogy miután jön. És ha nem jött, akkor imádkoztak. És vagy jött a jó Istentől, mert és ők nagyon jól tudták ezt. Azt is, hogy lehet, hogy nem jön. Imádkoztak, és ha nem jött a jó idő, vagy nem jött az eső a mezőre, akkor megerősödtek abba, hogy ez valamiért így kell, hogy legyen, és akkor így volt a jó. Úgyhogy nem is jött az eső. És jól.
átfordult a jóba, mert ők megerősödtek hozzá, a feladathoz, a csapáshoz, vagy ennyire ilyen tökéletes volt. Lehet, hogy kinti szemmel nézve nem annyira nyilvánvaló, hogy egy nagyon vagy erősen emelkedett és csodálatos világ volt, de ha az ember próbál választ kapni arra, hogy kéne éljünk, milyen irányba menjünk, akkor itt ennél a világnál nem ismerültek fel ilyen kérdések, mert ez annyira természetes módon, tökéletesen működött minden, hogy nagyon, nagyon szép volt. Én mai napig arra a világra, vagy azon a világon csodálkozom, és egy kicsit fáj is, hogy ezek a világok mindig elmúlnak. Örvendek annak, hogy én még a utolsó perceit ennek a világnak még megéltem. Olyankor születtem, hogy ebből a világból még egy pár szikrát elfogtam.